Ugye mindig agyalok azon, hogy a kulcsa hogy tudott elindulni, sem volt se internet, mobiltelefon, semmi. És rájöttem, hogy azért, mert mi nem a divat után mentünk, hanem nagyon szigorúan megnéztük, hogy a magyar kisvállalkozások mit olvasnak. És nagyon szigorúan azokban a lapokban hirdettünk. És végtelen nagy hatékonysággal tudtunk eredményeket elérni, mert olyan újságba hirdettünk, amit olvas a magyar kisvállalkozó, és gyakorlatilag tanítvány vélemény módjára úgy gondolta, hogy ami ebben az újságban van, az számára jó. Ma nem az a divat, hogy mi az én ügyfélköröm, hanem arra lövök, ami a menő. Tehát ez a LinkedIn menő. De hát szerintem a LinkedIn-en egyetlen ügyfelet sincs fent. Tehát, és hogy értsétek, nekem is volt, hogy mit tudom, hirdettem egy újságban, megjelent 10.000 példányba. És jött a másik, hogy figyelj, abban ne hirdess az vacak újságot, csak 10.000 példányba jelenik meg, a mi újságunk 1 millió példányba jelenik meg. És azt mondtam, igen, csak az én, az a 100 ügyfél, akit ebben a hónapban meg akarok keresni, a 1000 ügyfél olvassa azt az újságot, abból nekem 100-at könnyű szerezni, a te 1 milliós látogatottságban 5 ügyfelem van. Erre meg is értődtek természetesen, csak az a baj, hogy ma ugyanez van, és ti elhiszitek, hogy mindig afelé mentek, ami divat, meg ami menő. Tehát azért, mert a 90-es években, mit tudom én, a tévé vagy valamilyen újság volt a menő, mert azt olvasták legtöbben, az nem jelenti azt, hogy nekem ott kell hirdetni. Lehet, hogy nekem egy olyan újságba kell hirdetni, ami csak 1000 vagy 2000 példányban jelenik meg. Viszont annak az olvasónak a fele, mindenki elolvassa a cikkemet, a reklámomat, és a fele megvásárolja a programot.